tetőfelújító körében végzett nemzetközi felmérés eredményei alapján határozták meg a 75 éves gyártói tapasztalattal rendelkező német Rotó mérnökei, a tetőtér és tetőfelújítások ablaka, az új Rotó Q jellemzői. A fejlesztés eredményeképpen életre hívott ablakcsaláddal a műszakilag elavult kopott tetőtéri ablakok egyszerűen és gyorsan cserélhetőek újra, amely a tetőtér energiafelhasználásának javítását is szolgálja egyben. Nézzük, hogyan kell a tetőfelújítások ablakát, a Rotokút szakszerűen beépíteni. Miután elkészült a tető és kijelöltük a tetőablak helyét, az első feladat az alátét fólia kivágása úgy, hogy a beépítés előkészítéseként a fólia a cseréplécekre kényelmesen visszahajtható és rögzíthető legyen. Annak érdekében, hogy a sarkoknál is tökéletes legyen a pára, illetve a légzárás, következik a sarkok kiragasztása a speciálisan kiképzett ragasztószalaggal. Ezt feltétlenül úgy oldjuk meg, hogy a sarokragasztószalag mindenhol ráérjen a visszahajtott és rögzített alátét fóliára. A következő lépés a hőszigetelő keret behelyezése. A hőszigetelő keretet a Rotó elemekre bontva szállítja, így azt a behelyezés előtt az iránymutatásoknak megfelelően össze kell szerelni. Ez a keret gondoskodik arról, hogy a tetőn, az ablak körül ne alakuljon ki az oly sokszor a hóolvadáskor láthatóvá is váló hőhíd, azaz az ablak és a tető találkozásának szakszerű kialakításáról gondoskodik. Az ablak beszerelése előtt kiemelt ablakszárny sérülésének elkerüléséről az arra felhelyezett szerelési segédelem gondoskodik, amelyet Rotó szabadalom véd. Az ablaktokra felkerülnek a szerelővasak, amelyekkel azt a tetőhöz rögzítjük. A Rotó előírásai szerint az ablak alsó és felső síkjára 2-2, míg oldalaira 1-1 nagyobb szerelővas elhelyezése szükséges. Az oldalsó szerelővasakat a vas alatt mellé, de egy ablakon egymáshoz képest eltolva helyezzük el, hogy az ablakok esetleges sorolásakor ezek egymást ne zavarják. Az ablaktok behelyezésekor a szerelővasak a beépítő kereten elhelyezett fogadószerkezetbe egy kattanással érkeznek. Egy klik hangot hallhatunk. Ez az akusztikus jelzés tájékoztatja a beépítőt arról, hogy az ablakkeret helyesen került a szerelőkeretbe. Ezután feltétlenül ellenőrizzük az ablakkeret vízszintességét. Rögzítjük az ablakkeretet a segédléchez, majd visszahelyezzük az ablakszárnyat és újra ellenőrizzük a vízszintességet, oldalt pedig a párhuzamosságot. Amennyiben az ablak nem áll vízszintben, úgy azt a csomagban található lépcsős szerelőjék a felső szerelővasak alá helyezésével állítjuk be. A felső szerelővasakat akkor rögzítjük véglegesen, amikor, ha szükséges a szerelőjékkel, az ablakot vízszintbe állítottuk. Következik az oldalsó szerelővasak rögzítése. We'll be right back.
Az ablak alatt elhelyezett cserépsor után a burkolókeret elemeinek elhelyezését alulról kezdjük. A szerelővasak rögzítése után a csavarok és szerszám nélküli intelligens illesztési rendszer minden fontos szerelési lépést egy-egy klikkel erősít meg. Így a burkolókeret egyes elemeinek helyes beillesztéséről is egy-egy klikket, azaz akusztikus visszajelzéseket kapunk. A felső burkoló elem elhelyezését a pára elvezető lemez beépítése előzi meg, amely az ablakhoz kerüljön minél közelebb. A pára elvezető lemezt úgy helyezzük el, hogy az mindkét oldalon nagyjából azonos módon nyúljon túl a szarufákon, majd kívül és belül ragasszuk le a tetőfóliához. Végül felkerül a felső szárnyburkoló elem és a felső burkoló elem. Itt is figyeljünk a klikk hangra, az akusztikus visszajelzésre, ami biztosítja, hogy ez az elem is megfelelő módon került a helyére. Amennyiben a tetőn profilos tetőfedő anyag van, úgy az alsó alumínium köpenyt annak formájára igazítjuk. Végül a burkoló keretet oldalt a hafterekkel rögzítjük a tetőlécekhez, és készen is van a kiváló hőszigetelő értékkel rendelkező, könnyen mozgó és esztétikus rotokú ablak szakszerű beépítése, amelyre a cég így 15 év szavatosságot vállal.